Csávóra gondolunk, valószínűleg még rosszabb a helyzet, hiszen ők tudnám kétszeresen is határnak újjak. Több száz éve őrzik magyar kultúrájukat, hagyományokat Kárpátokon túl, az ezeréges határon túl. Róth Péter, a vendéglátó Székesfehérvár alpolgármestere megnyitójában hitettett amellett, hogy a moldvai szorvány magyarság Csángó gyökerei megmaradhatnak. Többször jártak már itt a csángók, de valóban ez egyben egy végállomás és egy kezdete is valaminek. Azt mondom, hogy az elmúlt néhány évben is próbáltuk megismertetni a csángók problémáit, a csángó ügyet, magukat, a moldvai csángókat, akikről elég keveset, méltatlanul keveset tudunk itt az úgynevezett anyaországban, és szeretnénk az eddigi sikereken is felbuzdulva, többek között a média érdeklődése egy nagyon nagy ösztönző erő számunkra. Szeretnénk ezt tovább fejlesztve, tovább gördítve az egész országba elvinni a moldvai csángóknak a hírét, a problémáikat, megismertetni ezt a kultúrát. A magyar kulturális hagyományok és nyelvápolás a csángó földön egyik legfontosabb feladat. Moldvában fél százezres csoportként őrzik gyönyörű szokásaikat, népzenei kultúráikat. A nyelv egyről egyre nehezebb megőrözni, mert mink csak beszéljük a nyelvet, írni, olvasni nem. Lehetőség van a gyermekeknek most, akik akarnak a részt venni az anyanyelvi oktatásba. Messze ott hull a napserken fel. Nyisztor Ilona úgy mondja, mint ami évszázadok óta természetes, pedig nagy gondokat vettük vállukra, férfi és asszony emberek egyaránt. Radecki Jenő, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bizonyosra veszi, hogy a térség gazdaságát a mentorprogramban továbbra is segíthetik.